Nekünk pedig megérkezett vendégünk, Lakatos Péter. Hello Péter, jó reggel, ciao, örülünk, hogy itt vagy, szólsz is, úgyhogy minden rendben van. Hát kezünkbe vettük a legújabb könyvedet, ami megjelent, és azon a lelkiismeret furdalásunk lett Ferenccel. Nekem egy pillanatra se hallott. Engem ebben ne majd én csinálom. Életmentő izom, avagy miért van szükséged izomra főként 40 felett? Ugye ez a könyv címe. Kifejezetten rájuk céloztál? Hát jellemzően, ha belegondolsz, korábban ez úgy nézett ki, hogy a gyúrás, igen, azért az mégiscsak ez a beach body, bikini body, szóval nyára készülő, és a fiatalokhoz tart. Az esztétika volt a cél, nem mégiscsak? Igen, az volt a cél, hogy így ilyen formában rendítsük magunkat. Ami nem akkora baj, hát azzal nincsen semmi gond, hogyha valaki ilyen szinten idézőjelben hiú, de itt van egy másik történet, mégpedig az, hogy úgy néz ki, hogy 40-50 felett, ha nem vagyunk túl aktívak, akkor nagyjából 5-8%-nyi vázizmot veszítünk 10 évenként, tehát majdnem, hogy 1%-ot per év 40 felett. Tehát mire 60-70 évesek leszünk, mert panaszkodunk, hogy lassult az anyagcserém, pedig igazából csak csökkent az izom mennyisége. Azért, mert nem csinálunk semmit. Tehát 40 felett leállunk, és akkor azt jelenti, hogy mondjuk volt az izmunk 70%-on, akkor 60 éves korunkra ez mit tudom én 50-40%. Igen, mondjuk ez úgy néz ki, hogy a férfiaknál az optimális vázizomzat arány az ilyen 45-50% környéken van, és akkor onnan elkezd csökkenni elég drámaian, és az inaktivitás nyilván nem segít annak, hogy vagy abban, hogy az izmot megtartjuk. Na most negatívba tudok menni? nem nagyon. Akkor nagyobb baj. Igen, tehát, hogy itt ugye ez a skinny fatnek szokták mondani. Az egy speciális típus, aki azért fogyott, de az a zsír megmaradt rajta, és főleg izomból fogyott. Ezt szoktuk látni egyébként főleg inzulinrezisztencia kezdetén. Tehát ezeket próbáljuk elkerülni, és egyre inkább előkerül az izom, mint egészségügyi tényező. Tehát eddig, ugye ezért mondtam azt, hogy eddig az esztétika volt jellemzően, hogy hát hogy nézel ki, mennyire töltött ki a ruhát, jön a nyár. Igen, hogy izmos legyek, mert hogy az dekoratív, vagy hogy az jól néz ki. És nyilván az is, tehát gondolom, hogy az is, de aztán úgy néz ki egyre inkább, hogy nem lehet megkerülni az izmot. Tehát amikor arról beszélünk, hogy mondjuk vannak vitális statisztikák, az orvos megnézi a magas, tehát a vérnyomást, pulzus, stb., akkor valószínűleg előbb-utóbb, én azt gondolom, be fog kerülni a testzsír százalék, amit azonnal lehet mérni gyakorlatilag majd ott, és a vázizomzat százaléka. Mert ebből viszont azonnal látom azt, hogy mennyire aktív, és metabolikusan mennyire egészséges. Az mi, hogy metabolikus egészség? Oké, tehát ugye arról beszélünk, hogy a metabolikus rugalmasság az arról szólna, hogy a szervezetet használ mondjuk zsírt és cukrot, most nagyon leegyszerűsítem, és e között az szerint választ, hogy éppen mire van szüksége. Tehát felfutsz a negyedikre mondjuk. Ez képtelenség, de tételezzük fel. De hogy valaki más. Igen, jó, valaki Jani, a Jani felfut a negyedikre. És ebben a pillanatban, mivel ez egy oxigén hiányos állapot, inkább cukorból fogja az energiát előállítani, ugye ez ismerős. De ha mondjuk csak így ülünk, és rád parancsolok, hogy Feri éges zsírt, akkor most emetek zsírt éget, hiszen azon működsz, hiszen ez a legoptimálisabb ebben a pillanatban. Egy metabolikusan rugalmatlan embernél ez a váltás nem működik, ilyen egyszerűen van egy csuklás ebben a rendszerben. És ahhoz, hogy ez jól működjön, ehhez kell az izom. Oké, nézzük először a legfontosabbat. Mi történik 40 felett, miért van 40 felett? Az egy radikális változás a férfiaknál, a nőknél, hormonálisan, izomrendszerben, vázizomban. Uh-huh. A 40 felett indul el egyfajta erősebb öregedés, amit meg lehetne állítani, aztán azzal majd úgy, ahogy arról majd később beszélünk. Most írhattam egy olyan könyvet, hogy 70 felett, de még nem vagyok ott, azt majd megírom akkor. Jó. De hogy ez egy ilyen kardinális ponttól érkezünk? Én azt gondolom, hogy igen. Tehát ez az időszak, amikor az emberek egy része elfogadja, hogy hát ez van. Ugye? Tehát, hogy ez dobta a gép. Emlékszem még... Nagy váltás a 40, igen. Tehát emlékszem még, hogy régen még megettem bármit is, ugye, ismerős? Igen. Ma már rajtam maradt, de már nem zavar. Igen. Oké, de az onnan indul, hogy többet szorongunk, hogy romlik az alvásunk minősége, hogy lassul az anyagcserénk, tehát ez így 40 felé tényleg elindul. Ugye, addig azért a fiatalság keve visz téged, oké, fiatal, de hogy 40-45 körül azért már szorongási zavaraim vannak, már ébredési zavaraim vannak, már alvási zavaraim vannak, tehát indul egy csomó folyamat, ami aztán összeáll egy nagy halmazzá, ami később valódi mondjuk fizikai betegség. Most úgy néz ki, hogy maga az anyagcsere sebessége, hogy erről beszélünk, az nagyjából 15-20 év között, már hogy életkorunknál, ott a maximális. Erre mindenki emlékszik, bármit megette, nem maradt rajta. Utána egy picit leesik, majd a 70 éves korig konstans marad. Ez nagyon érdekes. Tehát nem változik. Tehát aki azt mondja, hogy azért hízom most, mert egyre lassul az anyagcserém, az valójában azt mondja, egyrészt nem igaz tudományosan, valójában azt mondja, hogy egyre kevesebb izom van rajtam. Egyre kevesebbet mozgom, és ugyanannyit eszem? És akkor már megvagyunk? Az egyre kevesebbet mozgom nyilvánvalóan abban segít, hogy több izmot
veszítsek el. Hiszen ugye ez a használd vagy veszítsd el itt is igaz. Hogyha nem használom az izmaimat, vagy valaki nem hegedül, nem gitározik, nem tudom, akkor nyilvánvalóan abban a készségben egyre rosszabb lesz. És izmot építeni és megtartani is egyfajta készség. Van, akinek megy, nekem nem. De akkor tanulható. Elképzelhető, igen. Hát, el kell volna olvasnom a könyvet. De én arra vagyok kíváncsi, hogy mi változik. Tehát, hogy a férfiaknál és a nőknél. Tehát a hormonális rendszer, az immunrendszer. Tehát ugye van egy olyan masinéria az emberi szervezetben, ami a megevett például fehérjéből izomfehérjét gyárt. És ez vegyük ezt egy gépezetnek most ebben a pillanatban, ami nyilván sejtben történik, és ez egyre kevésbé hatékony. Tehát egyre nehezebben tudja ezt végrehajtani, ezt a feladatát. Nyilván hormonális változás, tehát a nőknél a menopauza, a férfiaknál az andropauza, tehát kevesebb bennünk a tesztoszteron. Ami életkorral is igaz, de egyébként egyre inkább azt látjuk, hogy a fiatal felnövekvő generáció már eleve kevesebb tesztoszteronnal jön be a buliba. Mert hogy a szervezete nem képes előállítani, vagy hogy lassul az előállítás. Mert hogy olyan környezeti stressz éri már őket, hogy egy mai férfinek, mondok egy példát, egy mai 20 éves férfi marok ereje, az olyan, mint az 1970-es években mért nők marok ereje. Ezt mondd még egyszer, várj, ezt meg kell emészteni. Tehát egy fiatal fiú férfi marok ereje ma, igen, annyira erős, mint a 70-es években egy nő marok ereje. Tehát, hogy gyengültünk, hogy nagyon gyengültünk sokat. Hát, hogy nem leszünk jobbak, úgy tűnik. Hogy gyengülünk. Ez egy nagyon érdekes dolog egyébként. Oké, és akkor innentől kezdve te azt mondod, vagy ez a könyv ez utána jár annak, hogy magával az izom építéssel ezek a folyamatok, ezek lassíthatók, mert mindenki próbál valamit csinálni. Ugye elindulok, aztán abba hagyom, aztán izmot építek, aztán lemegyek a konditerembe, két hét múlva elmegy a kedvem. Most nyilván nem azokról beszélünk, akik mondjuk rendszeresen sportolnak. De hogy ezek az öregedési folyamatok, ezek lassíthatóak lennének. Mert azt mindenki mondja, azt tudjuk, azért nagy köszönj, sportolj, mozog, és akkor lassabban öregszel. De hogy te nem ezt mondod, hanem hogy kifejezetten az izomépítésre építed ezt a könyvet. Igen, nem? És a nehézség ennek az, hogy nyilván a 70-es években, amikor tömegével megjelent a szív- és érrendszeri betegség, ugye ezt látjuk, és próbáltak ezt egészségügyileg valahogy orvosolni, nyilván az úgynevezett kardió volt a központban, hiszen a kardiónak az volt a definíció, hogy a szív- és érrendszeri funkciókat igen, javítja. Igen, is mondják, és hogy éppen... az egy órás napi séta, az egy tökéletes kardióedzés, egy jó tempójú séta, és hogy a szívednek segít. Közben az erőedzés, mint olyan, az megmaradt az élsportolók szintjén, mint kutatás, de nem szivárgott le az átlagember szintjére. És az a helyzet, hogy úgy néz ki, hogy egy csomó kutatás alapján azt látjuk, hogy az erőedzés, hogyha kardiovaszkulás egészségről beszélünk, legalább annyira hatékony, mint maga a kardioedzés. Tudod, mi a baj? Majd én most ezt megmondom, már rájöttem, ugyanis az történt az elmúlt évtizedekben, hogy amikor te erőedzésről beszélsz, akkor az emberek nagy többsége a Gyurma Gézákra gondol, akik fölpumpált nagy izmokat akarnak maguknak, lehetőleg fukszal. Ugye, de az külön opció a fuksz, tehát az nem muszáj. De te nem erről beszélsz. Nem. Te nem a kipattintós izomról beszélsz, érted? Hogy az emberek fejében az, hogy izmot építek, az azt jelenti, hogy gyúrok. Hogy lejár a konditerepes gyúrok. De még annyit hadd tegyek hozzá, hogy maga az anti-aging, tehát az öregedés gátlás, nincs is rá szerintem nagyon jó magyar szó még, az jellemzően a nőknél viszont, ugye valamit beszúrok valahova, hialuronsav, valami, de semmiképpen nem az izomépítés, ugye? Tehát, hogy mind a kettő részen van egyfajta egy ilyen rosszul gondolkodás, és ezt próbáljuk egy picit egyesíteni, és amikor azt mondom, hogy van egy esztétikai cél, van egy egészségügyi cél, és van egy teljesítmény cél, mert minden legyen valakinek teljesítmény célja 40 fölött is, akkor ezt próbáljuk összehangolni az embereknél, hogy erre egyébként az izom abszolút megoldás. Hogy tudom ezt hosszan és kitartóan csinálni? Jó szakemberhez kell menni, oké. De általában azért sokszor az a vége, hogy lemegyek egy gyúróterembe, rájövök, hogy ez nem az én közegem. Két hétig nagyon gyúrok, megvan a lelkesedés, három hétre lemegyek, de nagyon izmot építek. Aztán jön a karácsony, vagy jön a húsvét. Tehát, hogy itt egy hosszú távú koncepcióra van szükség. De közben meg, ha valaki azt mondja, hogy közben én lehet, hogy járok biciklizni, vagy sportol, vagy mondjuk teniszezni, vagy valamilyen, nem tudom, kardiomozgást végezni, annak ugyanúgy kell az izmot építeni? Tehát... Hát, azt tegyük azért tisztában, hogy az izom baromira nem tudja, hogy hol feszül meg. Tehát otthon, az utcán, vagy az edzőteremben. Igaz? Vagyis? Vagyis... Tehát az a koncepció, hogy én csak edzőteremben tudok erőt és izmot építeni, az tarthatatlan, nem? Aha. Tehát ez, van az első ilyen, hogy nem tudok eljutni az edzőterembe, és akkor mi van? Hát, hogyha felállsz óránként és csinálsz 10 googolást, akkor nem fogja azt mondani, hogy ez sajnos nem egy büdös edzőteremben történt. Ez nem én, ezt nem számolom meg. Tehát, hogy magát... kell egy köze, kell valamire rávennem magam, hogy lemenjek, hogy csináljam. Én azt mondanám, és szerintem nagyon jó, amit mondasz, mert az első kör a miért.
Aha. Tehát miért kell nekem izmot építeni, hogy miért segít nekem a hosszú távú életben? Tehát amikor egy sportolóval, klienssel dolgozom, akkor az első ez, hogy te figyelj, te miért akarsz mondjuk lefogyni, miért akarsz izmosabb lenni? És hogyha mondjuk az egyik válasz az, hogy én szeretném 70 évesen emelgetni az unokámat. Oké? Okay? Ez egy tök jó válasz, nem? Oké, nézzük meg, hogy mi az a minimálisan hatékony dózis, amivel ezt el tudjuk érni. Nem a maximumot keresem, ugye, hogyan tudsz elmenni heti négyszer egy edzőt, nem fogsz elmenni. Sehogy. Hát nem. Tehát az sehogy. Első kérdésem mindig, hányszor tudsz edzeni, és akkor ha azt mondja, hogy egyszer, akkor azt fogom mondani, hogy ez pont egyel több, mint a nulla, kezdjük ott. Aha, de nem elég. De, és elég. Elég? A helyzet az, hogy ebben a pillanatban, te abszolút kezdő vagy, neked elég. Aha. Aztán nem úgy is jön rá az igény, nem? Hogy ha én akarok rajta növelni, akkor azt meg megcsinálom. Hát igen, tehát engem még sosem szíttak le azért mondjuk kliensek, vagy sportolók, hogy benéztek a tükörbe, és jobban néztek ki. Tehát ez egy nagyon erős motiváció, nem? És akkor azt mondja, hogy benéz a tükörbe, figyelj, Péter, 6 hete csináljuk ezt a programot, jobban nézek a tükörbe, hogyan nézhetnék még ki jobban? Hát figyelj, akkor oké, akkor 2 nap. Közben pedig ugye van az edzés az egyik oldal, a másik ez az állandó őrületes kalóriaszámlálás, amit mindenki csinál. Ez erről írsz a könyvben, ennek van bármiféle értelme? Lehet számolni? Kell számolni? Szóval arra gondolok, hogy annyi testtípus van, annyi embertípus van, annyi felépítés van, nem? Hogy nincs egy egyéni általános recept, meg kell találni, hogy sőt, melyik típusba tartozol, mire van szükséged, milyen típusú mozgásra. Még... Tehát ezért ez nagyon egyén specifikus. Sőt, a dolog még durvább, mert ha belegondolsz, hogy Christian Bale, ugye mindenki ismeri a színészt, hány testtípust sorolt fel a saját filmjében, a rettenetesen csont és bőr drogostól kezdve, igen, a Batmanig. Igen. Vagy egy kövér figura. Tehát amit mondani akarok, hogy szélsőségesen képes vagy te is arra, hogy a saját testtípusodat megváltoztass. Nem lehetsz alacsonyabb vagy magasabb, de lehetsz izmosabb vagy kövérebb. Ez teljesen világos, ezt látjuk másokon is. Tehát én ebből indulnék ki, hogy csak azért ne fogadd, de én ez vagyok. Tehát ez a tipikus, nekem anyukám is nehéz csontú volt. Aha. Oké, tehát hogy ilyen nincsen. Ez jó, kifogásnak marha jó. Ugye, kifogásnak marha jó, de ilyen nincsen. Jó? Tehát az étkezéssel, edzéssel ezeket nagyon szélsőségesen lehet megváltoztatni, csak nem mindenki látja ezt be, vagy ragaszkodik a kifogásaihoz. Hát, ez dobta a gép. Mit látsz leginkább? Motiváció hiányt, lelkesedés hiányt, kitartást hiányt? Tehát mi van? Most nem, te ugye azért sportolókat dolgozol. Azért azért nagyon más, hogy neki van egy célja, és sportolókat készítesz persze. Föl, vagy sérülésből hozol vissza, hogy újra profi legyen, az oké. De hogy az átlag emberre gondolok, hogy mi hiányzik belőlünk a leginkább? Elkényelmesedtünk? Vagy a világ lett egy kicsit kényelmesebb, és mindenhol a kocsival megyünk, és már nem akarunk annyit mozogni? Mert én két dolgot látok, hogy valaki túlzásba viszi, és mozgásnáciként, és kalóriaszámlálóként megőrül, és túlsportolja magát, vagy halálos a lusta, és nem csinál semmit. Szóval... Mondanék egy harmadikat, ha lehetséges. Okay. Mi edzők túl komplikáljuk ezt az egész dolgot. Például a kalóriaszámlálással. Aha. Tehát aki már számolt kalóriát, szerintem előbb-utóbb 2 hét után bedobja a sarokba az összes eszközt, amivel lehet számlálni, és azt mondja, hogy engem nem érdekel, én már ennék. Tehát engem hagyjatok békén ezzel a hülyeséggel. A napi egy órát. És nem mondom, hogy hülyeség, mert egy profi testépítőnél abszolút működik. De én azt gondolom, hogy mondjuk vegyünk egy olyan testzsír százalékot férfiaknál, ami már látványos. Tehát tényleg látványos, mert 10%-os testzsír egy férfinál nagyon látványos a strandon. Én azt gondolom, hogy 10%-ig egy átlag férfit, már ha van ilyen, akkor el lehet vinni 10%-ig. És hogyha onnan akar menni majd színpadra, ugye testépítőként. És akkor 5-öt akar és magának. Akkor, igen, 4-5-öt akar, na ott már kell számolni, mert már minden apró dolog nagyon számít. De 10-ig, és az átlag magyar embernek, férfiaknál azt gondolom, hogy a testzsír százalék átlagosan olyan 24-25% lehet. Ami ugye nem jó, tehát a 24%-os testzsír az már persze. Aha. Tehát ez ennek valahol nekem, olyan 15 tényleg, és... Nézd már. Neked annyi van? Én nem tehát tudom. 15 és 20 között látjuk azt, hogy például hormonálisan a férfiak a legoptimálisabban működnek. Jól is érzi magát, hiszen a tükörben néz, tényleg úgy látja magát, hogy jól néz ki. Ez egészen más... máshogy gondolkodik magáról, nem? És máshogy látja őt is a párja. Okay? Tehát, hogy ezeknek azért van nagyon sokszor kihatása az élet más területére is, de nagyon bonyolultá tesszük az egészet, mi edzők, számolgatunk, és akkor kalória, és akkor ismétlésszám, és akkor nem tudom. Pedig nekem onnan kellene kezdenem, hogy mit tudsz csinálni, és mit tudsz ma jobban csinálni, mint tegnap. De nem? Muszáj számolnod, hát nem fogsz lefogyni. Hát, hogyha többet viszel be, mint amennyit elégetsz, akkor hízol. Ha kevesebbet viszel be, mint amit elégetsz, akkor okay. Fogsz. Egyetértek? Okay, fia, következő az állítás. Az emberek ma többet esznek és kevesebbet mozognak, ezért elhisztak. Tény. Menjünk a következő, rögtön az emberi agy a megoldásra ugrik. Egyenek kevesebbet, mozognak többet.
rossz. Ez a kritikai gondolkodásnak nem felel meg. A következő kérdés, miért esznek többet, és miért mozognak kevesebbet? Ez lenne a következő kérdés, és itt már elmondhatjuk azt, hogy én a környezet, stb. De azért esznek többet, mert rosszabb minőségű ételt esznek, kevesebb tápanyaggal, ezért többet fogsz enni. Tehát nem a kevesebb evés a fontos, mint hogy nem a több mozgás a fontos, hanem a jobb mozgás a fontos, és a jobb ételek a fontos, amiből kevesebbet eszel. Mm-hmm. Oké? Okay? Tehát, hogy direkt módon is rávehetlek arra, hogy kalóriadeficitbe legyél, ne egyél annyi fánkot. Oké, meg fehér kenyeret, tehát ezeket tudjuk. De önmagában a fehér kenyér és a fánk éhesebbé tesz. Tehát én amikor azt mondom neked, hogy ebből egyél kevesebbet, akkor igazából azt mondtam, hogy sok szerencsét, ugye? Mert úgyse fogsz belőle kevesebbet tenni. Mert hogy nem okay? tudsz. Beleőrülsz. Érted? És akkor azt mondom, hogy ahhoz, hogy fogyjál, ahhoz neked ennyi és ennyi kardiót kell elvégezned, mondjuk legalább 300 kilokalóriát égessél le. Hát aki már ilyet csinált, az tudja, hogy ez a végtelen mennyiségű őrület. Tehát ennyit nem lehet leégetni magadról. Tehát rosszul használjuk a dolgokat. Az edzés nem a kalória deficit okán végződik el, hanem úgy hoz létre indirekt módon kalória deficitet, hogy izmot építesz, és az izom többe kerül a szervezetnek. Tehát passzív módon is zsírt éget. Ez a tutiság, nem? Zsírt éget, vagy zsírt építeni könnyebb, mint izmot, ugye? Hát egy picit, hát igen. Sokkal. Most én 45 vagyok, és egyáltalán nem vagyok hízék, hogy még lehetek? Engem csak ez érdekel. Meg az őszülés, de az most nem tartozik ide. Azt a semmi gondom. Tehát rajtam nincs túl sok felesleg. Ez egy alkat? Lehet alkat, és mert egyszerűen még az a masinéria, még, vagy lehet hormonális háttér, aha, tehát mondjuk magasabb a tesztoszteron szint, vagy a növekedési hormon, azt nem tudom, hogy alszol, de hát nyilván a növekedési hormon ott termelődik, tehát ezek lehetnek, vagy nem is eszel olyan rosszul, mint gondolod. Aha. Tehát ezek is benne vannak, mert tápanyagban gazdagabban eszel, és ez önmagában szabályozza azt, hogy mennyi kalóriát eszel. Tehát ezek mind nagyon sok... Hát csak genetika azt akarod mondani, nem? Hogy kevés mozgással... Nagyon meg akarod úszni. Nem, de hát én elkezdtem veled is, meg kacuztunk, meg nem tudom, mint csinálsz. Én tényleg, tehát, hogy én... Be vagy oltva ellened, látom. Én be vagyok oltva ellened. Tehát ha nem pattog egy labda, vagy nincs valami adrenalin, de, vagy valami a... mozgás, vagy valami jó a tenisz, jó a squash, jó a pádel, én nagyon sok mindent csinálok, csak legyen valami, de ez az edzőterem, és akkor a hangját meghalom, én kész vagyok. Világos, de ugye itt jön az a része, a másik szabály, hogy ugye az első az, hogy kezd ott, ahol vagy, a második pedig, ha lehet, csináld azt, amit szeretsz. Tehát, hogyha nekem oda jön valaki, és azt mondja, hogy figyelj Péter, ez a súlyzózás, ez nagyon nem be nekem, viszont én szeretek táncolni. Hát barátom, hát akkor táncolj el. Ebben nem fog segíteni. Akkor mi az Istent keresni? De nem, tehát itt jön az a része a dolognak, hogy ettől nem leszel izmosabb, tehát én nekem megint a minimum, az ami, tehát a minimálisan hatékony dózis, ez lenne a legfontosabb. Ez a gyógyszerre is igaz, nem? Ha azt veszük, hogy a mozgás gyógyszer, akkor erre is igaz. És akkor azt fogom mondani, hogy figyelj, te ötször táncolsz, óriási, vagy futsz ötször, óriási, bele tudsz elérni legalább egy vagy kettő olyan napot, amikor legalább 30 percet erősítesz. És azt mondod, igen, tök jó, már is cimborák vagyunk. Aha. Azt a futáshoz tehát, is mondják. Tehát akkor te azt mondod, hogy bármilyen olyan mozgást végzek, ami nem konkrét izomépítés, tegyünk mellé valamit. Nyilván ez most ilyen nagyon nagy közhely, mert azért jóval speciálisabb, mert hogy maga az emberi szervezet mindenki nagyon más, mindenkinek nagyon másra van szüksége. Ezzel lemegyek egyedül, azt nekiállok ott súlyokat emelgetni, hát az azt szerintem a teljes tévedés. De azt gondolod, hogy evolúciósan nincsen szükségünk izomra? Nem. Azt mondom, csak azt akarom kérdezni, hogy ha van mondjuk valamilyen, nem tudom, hogy hívják ezt, aerob mozgás, vagy nem tudom milyen mozgás, ahol te mondjuk futsz, vagy labdát kergetsz, vagy valami. De tegyél mellé izomépítés mindenképpen. Tehát azt ne feküdj le úgy, hogy ez neked elég. Igen, tehát hogyha, de ráadásul a futás céljadat is szolgálja. Tehát rá fog jönni a futó arra, hogy figyelj, heti két erőedzéssel gyorsabban futok. A fene egye meg, ez meg hogy lehetséges, igaz? Mert van egy szintig, ha azt mondom, hogy heti négyszer edzél, már hogy erőedzést, futás akkor mellett. Az más sokkal, hát akkor nyilván, előbb-utóbb megjelenik az izmot cipelnék el a szervezetnek, romlani fog a szintidőd. Tehát, de nem kitolni akarok veled, hanem optimalizálni a te céljaidat, gyorsabban futni például, és egyébként megtartani közben azt a metabolikus egészséget, amire csak az izom képes. Volt az érdekes mondatod, hogy az evolúcióval kapcsolatosan mi van, ha belegondoltok, a mai evolúciónk szerint nincs szükségünk annyi izomra, mint 200 évvel ezelőtt. Ezért mit csinálunk? Nem építünk annyi izmot. De akkor jössz te, aki azt mondja, hogy de szükséged van rá, mert az egészségednek fontos. Csak 200-300 évvel ezelőtt rengeteg kézi munkát végzett hát, mindenki. Hát reggel kimentél, szántottál, vetettél arra, te heti egyszer ettél húst, zöldségeket ettél. Tehát az edzőterem az egy
relatíve friss koncepció, valljuk be őszintén. Igen. Ez régebben a természetben történt, mint munka. Igen. Igen. Kevés izét láttál ilyen gyúros középkori ember. Igen. Na mindjárt jövünk, folytatjuk még Péterrel beszélgetést. Ha van kérdés, ugye mert ez egy nagyon egyéni dolog és nagyon specifikus, akkor küldjétek el, megpróbáljuk megválaszolni. Jó, mert azért itt, ahogy látjuk is ebben a könyvben is kiderül, azért itt nincs egyetemes igazság. Azért itt mindenkinek a teste, a testzsír százaléka, a felépítése, a saját testének a rendszeréhez kell képest, vagy ahhoz képest kell kialakítani. Szabad ideje. A szabad ideje. És a szabad idejehez képest, és a pénztárcájhoz képest, az sem mindegy, igen. Most csinálj 10 googolás, tessék csinálj. Na jövünk mindjárt, fél 80 pontosan itt vagyunk a hírek után, jövünk mindjárt. Egy csipetnyi reklám, egy csipetnyi kis info, és vigyorogva térünk vissza. Igazából legújabb megjelenő könyvéről beszélgetünk, életmentő izom, vagy miért van szükséged izomra, főként 40 felett. Itt nagyon sokan kérdezik az inzulin rezisztenciát, hogy azzal izmot építeni, vagy egyáltalán mozogni lehet-e. Itt most van egy pár speciális kérdés, de akkor ezeken szaladjunk át. Hát ez akkor... érdekes mondani, ezt többen kérdezték. Hát igen, mert ez most egy ilyen népbetegségnek minősül. Az, hogy most többen vagyunk, vagy jobban diagnosztizálják, ez egy másik történet. De az biztos, hogy maga az inzulin rezisztencia, figyelem, az izomban kezdődik. Oké? Tehát, hogyha nincs izmod, nincs elegendő tömeg, vagy annak megszűnik, vagy csökken az inzulin érzékenysége, hát ugye itt azért érdekes lesz majd, hogy az a kutatás, 2019-es kutatás, ha jól emlékszem, ahol megnézték azt, hogy az az gyógyszer, amelyik vércukor csökkentő sikerdrog, és tényleg az, tehát le a kalappal metforminnak hívják, csak orvos írhatja fel, az hogyan teljesít a mozgással szemben. Tehát hogyan csökkenti a mozgás a vércukrot, és az derült ki, hogy a három fő étkezés után, ha elküldték az alanyokat 15 perces sétára, ami tök egyszerű, akkor a séta jobban csökkentette a vércukrot, mint maga a gyógyszer. Aha. Miért nem fogja az orvos felírni a sétát? Mert nem csinálod meg. A gyógyszert. Mert sokkal egyszerűbb. Aha. Tehát, hogy ezt ne az orvosokra toljuk most át, akkor nem fogja megcsinálni az alany. Igen, helyette bedobja a bogyót, és megvan. Uh-huh. Tehát akkor tulajdonképpen ugyanúgy el lehet kezdeni, sőt, el kell kezdeni izmot építeni. Tehát az inzulin rezisztencia ellen az a kettő legfontosabb stratégiát mondanám. Az egyik az, hogy mozogni, izmot építeni, hiszen az izom, még egyszer mondom, passzív módon is, tehát ülsz és égeti a zsírt, az energiát, és a másik, hogy csökkenteni többségében az energiabevitelt, és növelni a tápanyagbevitelt. Tehát jobb minőségű kajából keveset ez bonyi? Keveset teszel. Oké, tehát egyél kevesebb chipset, és egyél több olyan dolgot, amit az őseid is ehettek. Így már értem. Okay. Na, ezt már így értem. Oké, okay, ezt már így értem. Oké, de ez a húsevés is egy állandó dolog. Ez is, na, innen indulunk. Most valaki azt mondja, hogy régen is kevesebbet ettünk, meg heti egyszer ettünk, ugye? Most ne együnk meg a növényi fehérjét. De mi a régen? Növényi fehérjét, ugye, ne állati fehérjét. Én ebbe elvesztem. Tehát, hogy én ezt azért rendengedtem. Én megeszem két avokádót, és én ezzel tök jól el vagyok. Szóval, hogy ugye, de ezt is mondják. Hogy régen heti egyszer volt hús. De mi a régen? De mi a régen? 2,7 millió éve? Vagy 12 ezer éve? Vagy 150 éve? Vagy 30 éve? Okay. Igen, mondjuk a régen volt hús, az a szegény ember 150 évvel ezelőtti korképe. Okay, van egy ilyen, amit úgy hívnak, hogy fehérje küszöbb hipotézis, és ez úgy néz ki, ami arról szól, ez nem régében megjelent már többször, már 10 éve használjuk ennek egyébként ezt a definíciót, most fedezték fel az edzők is, hogy bizonyos mennyiségű fehérjére szükséged van ahhoz, hogy a napi éhséged szabályos keretek között maradjon. Tehát ha nem éri el az a kalóriaegyensúlyban egy bizonyos mennyiséget, százalékban a fehérjebevitel, akkor te mindig túl fogsz enni. Azért, hogy valahogy a szervezet hozzájusson a fehérjéhez a nap végére. És ez jellemzően statisztikailag 3-400 kilokalória túlevést jelent, hogyha alul leszel fehérjében. Tehát nagyon sokszor nőknél nem azt mondom nekik, hogy egyél kevesebbet a rosszból, mert minek, hanem azt mondom, hogy figyelj, egészítsük ki fehérjével, és hirtelen a vércukor szinted optimalizálódik, és nem vagy éhes, és nincs az állandó ingadozás. Ami föllöki a vércukrot, leesik, megint éhes vagyok. Aha. Tehát itt nem a cukor a hibás alapvetően, hanem nagyon sokszor az, hogy nem esszük meg az elegendő fehérjét napközben, és ettől állandó éhségünk van. És erre még ráeszünk valami cukrosat, és aztán talán szét van csapva az egész. Ha belegondolsz, az alapvetően a mai étkezés szénhidrát alapú, vajas kenyeret adsz a gyereknek, tésztát eszik a gyerek, érted? És a felnőtteknek is, mert ez az elérhető, erre gondoljuk azt, hogy egy kiló kenyérrel jól lakunk majd egész nap, és akkor megvan a dolog. De pont az van, amit ugye te mondasz.
hogy ettől elindul a verkli, és csak még éhesebb lesz. Ha én éttermes lennék, na, akkor, segíts, én azt, akkor én azt csinálnám, hogy maximalizáljam a fogyasztásodat, hogy az elején szénhidrátban dús ételeket adnék, ugye olasz konyha Amerikában ilyen, nem olasz. Az Olaszország az ilyen, ez más, de Amerikában ez úgy fog kinézni, hogy hozzák neked a pirított kenyeret, meg az olivát, meg a nem tudom micsodát, elkezded enni, és megőrülsz az éhségtől, és csak rendelsz, és rendelsz, és rendelsz. Hát ez teljesen tipikus az amerikai éttermekben. Azt kérdezi, hogy a fehérje poros italokról mi a vélemény? Növényi fehérje kontra teljesavós fehérje. Te növényi fehérje ellenes vagy? Vagy csak azt mondod, hogy nem rossz, csak több kell belőle? Oké, mi a B opció, hogy semmilyen fehérjét nem eszik, akkor tök jó a növényi fehérje. Ebből jellemzően több kell. Ennek az aminosav profilja egy picit másabb. Én azt gondolom, hogy főleg, ha valaki fiatal, akkor erre jobban tud reagálni, bizonyos típusok jobban reagálnak, de a kutatások jelentős része azt mutatja, hogy az állati fehérje, és most nyilván a vegánok nem fognak örülni, de hogy az állati fehérje hatékonyabb, hogyha az izomépítés a cél. Ez nem azt jelenti, hogy a növényi fehérje zéró, tehát semmit nem csinál, csak a teljesavó fehérje például hatékonyabb ebből a célból. Én azt mondom, hogy ha valakinek nincsen ilyen problémája, tehát nem vallási, etikai okokból választja ezt az utat, akkor tartozik azzal magának, hogy optimális minőségű tápanyagot visz be. Kampányszerűen sportolok, 3-4 hétig bírom. Az összes személyedző olyan programot rak össze, hogy felállni nem tudok utána. Amit 5 hét alatt felépítek, 3 hét alatt lerombolom. Ezt te írtad, ezt az esemény, ez Balázs. Én vagyok. 3 hétig nagyon impulzív ember vagyok. Igen, van egy helytelen elképzelés, hogy az edzésnek fájnia kell. Ugye mindig elmondjuk, hogy ha... De mindig ezt mondják, izomtudat edzőtárs fájjon. Mert akkor haladod meg önmagad, meg akkor fejlődsz. Tehát ez... Értem, de akkor az is megoldás lenne, hogy az edzőteremből kifele jó megverünk egy bottal, nem? Tehát tökre fáj, és akkor ilyentől kezdve működik. Tehát van egy olyan, hogy, amit úgy hívom, hogy izomláz index. Tehát 1-től 10-ig, ugye 10 az nem tudsz felkelni sem. Az 1-es, az a... Hát kellemesen érzem magam. Ha te érzel egy-két nappal később ilyen 3-as, 4-es, ez a kellemes. Csináltam valamit, de jó. Akkor azt én elértem a célomat, mint edző. Ha 7-es, 8-as, 9-es, 10-es, tehát őrület azt van, akkor az azt jelenti, hogy valami én, mint edző, csináltam hülyeséget veled. Tehát szó szerint ez az én felelősségem. Tehát gondolod, hogy egy kommandóssal dolgoznánk, és mondjuk csinálnak egy 9-es izomlázat, és 4 napig nem tud felállni sem. Biztos megdicsérnek, nem? Ja, tehát lehetetlen, egy élsportolóan ugyanez a történet. Nem tud edzeni 4 napig. Az izomláz mindig attól jön létre, hogy valami hülyeséget csináltunk, tehát elterveztük, valamiből többet csináltunk, nagyobb súlyat csináltuk, más módon csináltuk, és ebből a végén lesz egy izomláz. Ez egy tervezési hiba. És ráadásul genetikailag vannak olyan emberek, akik be vannak oltva az izomláz ellen, míg mások bármit csinálnak izomlázasak. Tehát egyszerűen azt látjuk, hogy az izomláz, mint terhelési paraméter, vagy hogy mennyire volt egyébként hatékony az edzés, abszolút nem hatékony módja a mérésnek. 60 éves vagyok, reumával csonthétkulással, lehet-e még izmot építeni? Oké, tehát ugye a csontritkulás, ahhoz kellenek bemenő jelek, hogy ez jobb legyen. Az egyik az étrend, de a másik az, hogy a csontok a stressz érje. Tehát amikor felülnek az űrbe valakit, és visszajön, akkor gyengébb. A csontozata az izomzata. Tehát rajta nem fog segíteni az antigravitációs környezet, igaz? Ezen a személyen, mondjuk úszik, hanem neki valami, tehát ha már csak sétál, az már stressz a csontnak. Erre, hogy az izom húzza a csontot, ez a húzóerő, hogy megfeszül, ez a húzóerő erősíti a csontot. Tehát van egy ilyen szinergia köztük. Nem lehet megelőzni az oszteoporózist csak hormonális beavatkozással, kell hozzá, hogy izomfeszülés legyen. Egyszerűen máshogy nem működik. Te Feri! És a csont erősödik. Figyelj, akkor. Hát mindennek ez a vége, hogy edzenünk kell. Neked. Hajrá! Nagyon fogok figyelni, és végig ez szorítok. A válasz, hogy le kell menni ebbe a rohadt edzőterembe. Egy olyan kérdés nem tudok feltenni, nekik nem az a vége, hogy valamit csináljam. Mi mozgunk, azért te is mozgunk, adjuk itt a hülyet, én is mozgok, csak nem izmot építünk, hát más mozgok. Vagy én azt fogok, hogy leviszek egy edzőterembe egy labdát, és pattogtatom. Közben guggolok vizet, csak előtte pattogjam valamit. Mindenki... Akkor erre is jó a megoldás. A legtöbb nő csontritkulásban szemben, nem? Vagy ez egy általános korkép Magyarországon? Nyilván van köze a hormonális változás. De hajlamosak vagyunk inkább erre fogni, mint arra, hogy inaktívak. És hát nagyon sokan inaktívak abban a formában, persze elfáradnak estére, mert a család, meg gyerekek, meg főzés, meg rohanás, de olyan módon inaktívak, hogy nem edzenek, tehát nem helyezik stressz alá a csontozatot és az izomzatot. Aha. És ez sajnos, és a nőknél tipikusan az igaz, hogy az a fehérje mennyiség, amit meg kéne ennie, annak
az én tapasztalatom szerint nagyjából a harmadát eszik meg, de éppen ezért, az előbb ugye mondtam ezt a fehérjeküszöb hipotézist, ezért viszont kalóriában túl lesznek. És akkor még jön az alvás része, mert itt mindig multifaktoriális, tehát miért nem tudok izmot építeni, mert nem alszol eleget. De nem fekhetek le 8-kor, Péter, nem lehet. Olyan bonyolult, most megint, meg kicsit megjött a kedvem, hogy megláttalak, de beszélgetés végére megint az van, hogy az alvás, a kaja, a fehérje bevite, az edzés, az izomlás. Nyilván egy nagyon bonyolult rendszer az emberi test, tehát a legbonyolultabb rendszer, amit csak büntetünk, mérgezzük is igazából. Közben egy nagyon szép szisztéma, amit lehetne jól csinálni. Itt mondtatok valamit, mert ez nagyon fontos volt, amit mondta, hogy nagyon sok ember hoz rengeteg rossz döntés táplálkozásról kapcsolatban napközben, majd bünteti magát az edzéssel. Tehát az, most erre rácsimpaszkodnék egy picit, és nagyon fontos megérteni, és akkor fájjon. Megvan? Tehát én azt mondom az edzőnek, figyelj, egész nap rossz kisfiú voltam. Igen, de most ledolgozom, de most üssél engem agyon, mert rossz kisfiú voltam. De hát ez butaság. Tehát oké, rosszul döntöttem az étrendben, ezt majd rendbe tesszük, erről beszélünk, hogy lehet nem tökéletesen, mert nem fogod csinálni, egy picivel jobban csinálni, oké? És akkor ha ez megvan, akkor nézzük meg, hogy tudok olyan edzést összerakni neked, aminek nem feltétlenül kell történnie az edzőteremben, de épüljön jó mozgásra, és szakember vezesse a betanítást, az edzéstervezést, és ezzel biztosan fejlődni fogsz, de nekem a minimumot kell megtalálnom, mert nem fogod csinálni, mert ha ilyen bootcamp jellegűen, ilyen katonai kiképzés jelleggel 4 hétig dolgozol velem, persze, hogy jobban fogsz kinézni, de így akarsz élni? Igen, meg elmegy a kedvel is, igen. Jó, egy utolsó kérdés van még időnk. Böjtel, mi a helyzet? Ezt nagyon sokan kérdezik. Egy napot nem eszik, 8 órát nem eszik, 6-kor eszik utoljára, reggelig nem eszik. Ez is egy nagy téma, külön csak erről tudnánk, maga az étkezés. Hát, 3 órán keresztül beszélni. Olyan pólót fogok most csináltatni magamnak, hogy az lesz rá, hogy attól függ, és amikor egy ilyen kérdés, csak rámutatok. Igen, ezért ennyi. Mondom, hogy baromi nehéz olyat kérdezni, mert nagy általánosságban kérdezik, kiről beszélünk, hogy néz ki, hány kiló, mit eszik, hogy táplálkozik. Nagyon nehéz. De mondok egy példát, nyilván egy 2-es típusú cukorbetegnél az, hogy nem eszik mondjuk 2 óra után, mert úgy értem, hogy 2 óránként nem eszik, tehát lehet, hogy behipózik. Tehát én azt mondom neki, hogy persze egy napig simán kibírod, sőt 2-t is evolúciósan, és megöltem a populáció jelentős részét. De ha azt mondom, hogy attól függ, és azt mondom, hogy te egy relatív egészséges ember vagy, figyelj, nagy tartalék van rajtad, mi az? Hát zsír, nevezzük a nevén, akkor valószínűleg te egyébként alkalmasabb vagy a hosszabb böjtre, de legalább az egy napos böjtre, nem? Akkor beszéltünk a böjtről. De egyébként inkább beszéljünk arról, ami máshol néz ki, ez pedig az időben korlátozott étkezés. Tehát mekkora ablakban eszel, ugye te is mondtad, hogy 6 óra után nem eszel. De nekem ez nem azért, hogy előírom magamnak egy szabály, egyszerűen nem szeretek jól lakott érzéseket lefeküdni. Neked szabályokat hagyjad meg. Nekem nincs, én nem vagyok éhes este. Világos, nem csak mondd el, hogy mondjuk egy átlagos ember jellemzően 14-16 órás ablakban eszik valamit. Tehát állandóan valami van a szájában. Az a masinéria, ami arról gondoskodna, hogy az önjavító folyamatok a szervezetben dolgozzanak, az egész nap így karban, most nekem mit csináljak, barátom? És ha ezt elkezdjük lefelé tolni, és ebből a 16-ból lesz 14, a 14-ből 12, és valahol megérkezünk a 8 óra környékére, akkor a szervezet elkezd optimálisabban működni. De nem az lesz, hogy 16-ról 8 azonnal, aha, és bele fogsz rokkanni, és ülsz egész nap, a szemed gyújózik, mert olyan éhes vagy. Ez a 8 órás keretben ezzel, hogy 8-ban eszel, 16-ban nem eszel, ugye ez az? Igen, igen. Ez lehet a végcélja, aha, de egy metabolikusan beteg embernél nem kezdhetek ott, ahol az neki maximális stressz. Tehát érteni kell, minden, ami az emberi szervezetnek jót tesz, az rossz. Igaz? Az edzés stressz. Igen. Ja. Igaz? A böjt stressz. A szauna stressz. Tehát, hogy azért jó, mert rossz. Ha ezt megértik, akkor megértik azt is, hogy a dózis teszi a mérget. Igaz? Tehát, hogy 20 perc szauna jó. Hát figyelj, nem tudom. Tehát neked lehet, hogy az méreg. Egy másiknak meg semmi se. Tehát ez amit mondtál nagyon az elején. Nagyon speciális. Igen. Aha. Nagyon, nagyon egyéni. Oké, hát Péter, köszönjük szépen, megpróbáltuk így nagy vonalakba átnézni. Még egyébként rengeteg minden van a könyvben. Tehát egy rengeteg, az edzéstől kezdve, az edzés változóin, amit itt az ember kinyit, az étkezés, az alvás, az étkezés nagyon összetett, nagyon, nagyon profi. Nagyon szépen köszönjük. Azért mi lehet, hogy egy kis motivációt tudtunk adni megint. Másoknak, igen. Baromi bonyolult a téma, és baromi összetett, de hát ebben a könyvben tényleg nagyon benne van. Minden életmentő izom, miért van szükség egy 40-re? Tessék, fogad szeretettel Ferenc karácsonyra. Nagyon, nagyon köszönöm, de szép ajándék lesz, nincs beleírva, hogy Feri. És már megy is tovább a jó, fal. Csak úgy egy finoman is. És ki fogom kérdezni. Jó. Ez nagyon fontos. Jó. Hívlak az edzésekre. Persze. Te kamus. Hát ekkora kamus vagy. Peti, tök jó veled mindig beszélni. Köszönjük jó. szépen, hogy itt voltál. Jó munkát, köszönjük szépen Lakatos Péternek. Mi pedig gyorsan lejátszuk még a Seles játékunkat. Itt van velünk Zente, illetve az apukája Dávid. Hello Dávid, jó reggelt. Ciao. Jó reggelt.